látom, hogy nagyon sokan összegyűltünk, mert ugye most a csillagokról lesz szó, és két vendégemet bemutatom, dr. Sipos Tibor, aki már beszélt délelőtt is, ő orvos is, de közben asztrológus. Ért ehhez is. És Kis Balázs Kúró, ő is asztrológus. És miért hívtam két asztrológust? Hát, hogy meglássuk, hogy az egyik asztrológus és a másik asztrológus mennyiben különbözik egymástól. Na most az az én kérdésem, hogy az asztrológia, mint tudomány, az egy ősrégi tudomány, mint tudjuk. De attól függően, hogy ki az az asztrológus, gondolom másként magyarázza a dolgokat. Tibor, ez így van? Igen. Bővebben asztrológia nem tudomány, legalábbis a mai értelemben véve nem tudomány. Az asztrológia egy komplex jelrendszer, és ezen jelrendszeren belüli olvasás különféle célra, és összesen ennyi. Én mondtam. Úgy meglenyelem, mert tudjuk, szeretek enni. És a Vanodermáknak hívhatom, nem legyezem most a Vanodermát. Tehát a lényeg az, hogy az asztrológia a jól körülhatárolt, sok évezredes szimbólumrendszerén keresztül segítséget tud nyújtani nekünk a mindennapi életünkben is, akár meg a fontos sors kérdéseinkben is. Kérdés az, hogy mire akarjuk használni. Természetesen lehet mondjuk így előrevívő célzattal, és lehet nem előrevívő célzat. Ez egy jó zolonai megfogalmazások. Éppen két irányt így mindjárt ki is jelöltem, hogy előre meg hátra is lehet használni. És nagyon-nagyon fontos, hogy azért, aki ebben a jelolvasásban segítséget nyújt, hát ő mennyire felkészül. De hát gondolom, ha valaki odafekszik a műtőasztalra, ott sem biztos, hogy rossz az, ha az operatőr ismeri a műtét technikát, nem? Tehát az itt is ugyanerről van szó, hogy aki segítséget nyújt, az azért ismerje minimálisan azt, amiről beszélünk. Azt, hogy én ezt ismerem, azt meg nem tudom. Tanulom viszont mindenféleképpen. És az lenne a kérdésem, hogy a csillagok ugye azok állnak úgy, ahogy állnak és mozognak. De ugye, mint emberek, mi nagyon különbözőek vagyunk. És akkor miután az volt a címbe egyébként, hogy a bennünk és a körülöttünk zajló változások a csillagok tükrébe, hogy akkor nyilvánvalóan ezek a csillagok másként hatnak mindannyiunkra? Jó, akkor kicsit konkretizálom. Tehát a minden egyes ember, aki születik, már pedig itt, ha jól veszem észre, mindannyian ezen már rátestünk, még ha traumásan is esetleg, mint ahogy a Firmi és az Ita elmondta, de minden esetre születik, és a születése pillanata, mint időminőség és mint hely, ahol született, nem csak mennyiségi, hanem minőségi jellemzőkön keresztül utal arra, hogy aki jött, mert nem véletlen, hogy oda születünk akkor és abban a környezetben, milyen tulajdonságokkal, milyen eszközkészlettel fog tudni majd rendelkezni. Ezt mutatja meg a születési horoszkóp, és képzeljük el azt, hogy milyen nagyszerű lehetőség volna, vagy van is a kezünkben, hogy a csecsemő az első másodperctől kezdve olyan mondjuk így ellátásban kapjon ezen a földön, ami az ő teljes kifejlődéséhez nyújtana segítséget. Minden egyes csecsemő más és más, születése pillanatától kezdve. Nyilván azon keretek között, ami neki abban az életszakaszban lehetőség, tehát amire lehetősége van. Én azért kezdtem az asztrológiát tanulni, mondjuk az hazugság lenne, azt mondom, hogy teljesen tudatos. Tehát nem. Tehát kerestem azt a lehetőséget, hogy a betegeimmel ne töltsek már el hónapokat azon, hogy megismerjük egymást. Tehát mi az, ami úgy tudok olvasni a másikban, vagy a másik ember tulajdonságáról, testi és lelki mi voltáról, hogy jól tudjunk tempózni. Ugye én davantos betegekkel foglalkozok, nagyon nem mindegy, hogy az idő mennyit totoljázunk ott egymással.
És a születési horoszkópja nagyon jól segít abban, hogy mind a táplálkozásával kapcsolatosan egyéni terápiát állítsunk be, mind pedig például a terápiának a tempóját. Például a tempóját megtervezzen. Én így kezdtem el, és aztán lett, ami lett, így, hogy most mondom, amit mondom. Tehát tulajdonképpen ez az orvosi asztrológia, hogy így tudod? Nem, ez Sipos Tibor tétképzetei és az asztrológiai első mutatkozásai. Az orvosi asztrológia az, amikor gyakorlatilag a gyógyulás érdekében használjuk. Az nem orvosi asztrológia, hogy nézek mellettem egy horoszkóp ábrát, és akkor próbálom kitalálni, hogy milyen betegsége lesz majd valamikor az életének. Természetesen lehet ilyen dolgokkal is foglalkozni, csak nem sok értelme van szerintem. Félelmet, ugye erről beszéltünk, ragyogó félelmeket lehet elültetni a másikban, és akkor az ugye nem nagyon helyes, viszont terápiásan, tehát a másik oldalon meg ragyoghat, na ez az orvosi asztrológia, ez már viszont jó és előre vívő, nem hátra. Akkor most átadom neked a mikrofont, mert én szoktam olvasni neked rendszeresen a kis blogodat, vagy nem tudom, honlapodat, hogy mindig olyan jókat írsz, hogy te ezt csinálod, hogy mindig megnézed a csillagokat, és akkor megpróbálod a bennünk és körülöttünk zajló érzelmeket, dolgokat így közvetíteni, mert nekem nagyon, nagyon jó mindig, amikor, és mindig frissíted, és mindig nézzük, és mindig olvassuk, ezért is hívtalak tulajdonképpen, hogy te ezzel foglalkozol mindig? Igen, mindig ezzel foglalkozom. Ez úgy szokott történni, ahogy én élem, meg ahogy próbálom mutatni, hogy az emberben mindig van valami, és azt abszolút föl tudja fedezni az ő tükrében, hát most jelen esetben az asztrológia tükrében, tehát a horoszkópban, illetve a csillagos égben. És ezek az írások egyébként meglepő módon úgy szoktak keletkezni, hogy megnézem azt, hogy én mit élek meg, és arról írok. És meglepő módon, ennél én lepettem meg a legjobban, azokat a visszajelzéseket kapom, hogy mindig, mint hogyha mindenkinek ugye személyre szabottan neki az ő életéről írnék. Ez ugye hogyan lehetséges az, hogy ugye itt vagyunk, hát kvázi végtelen nagyon-nagyon sok tapasztaló tudat, és mégis ugyanazokat az energiákat éljük. Hát pontosan azért ugye, mert hogy van az égen egy tükör, amiben éppen, hogyha belenézünk, az azt mutatja, hogy mit látunk most magunkban. És nagyon fontos, hogy mindig el szoktam mondani, nem győzöm eléggé. Van egy tanfolyamom is, ott is hiába mondom el hosszú éveken keresztül, ott se sokat szokott rendesen átmenni, hogy nem hatnak ránk. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem hatnak ránk a bolygók. És amíg ugye az ember ebben a tudatállapotban él, hogy ő rájön egy hatás, hogy jön a Szaturnusz, hogy jól meghatja, addig ugye az ember ezt, ennek nem szokta körülni, nevessetek, akkor ugye az ugye egy, mint ugye egy kívülről jövő, egy sorscsapás, vagy valami, vagy áldás, amivel te, mint tudatos teremtő, tudatos létező, mint hogyha nem tudnám mit kezdeni. De ez nagyon fontos, hogyha megéljük azt, hogy ebben tükör, tehát hogy ez nem jön és hat rám, hanem azt látom benne, ami éppen bennem van, és azt látom tükröződni, akkor ugye ebből mit tudok csinálni, ki tudom olvasni, hogy mi az, amit nem akarok meglátni, miért szenvedek ettől a helyzettől. Na és ahogy megkérdezted, hogy hogy szoktam írni ezeket az írásokat, hát így, hogy jön egy ihlet, és akkor amúgy is mindig tudom, hogy mihol jár, és ugye ránézek, hogy igen, ennek mi az üzenete, és akkor mindig kapok egy ilyen üzenetet, hogy ez most ez az, amivel úgy érdemes foglalkozni, és akkor éppen ugye a bolygókban hát ez tükröződik viszont. Ne tedd le a mikrofont, mert azt szerettem volna tőled kérdezni, hogy ez így működik, ez így oké, de akkor tulajdonképpen, ha az is tükör, ugye, amiről eddig is beszéltünk, hogy minden tükröződik körülöttünk, hogy most azért akkora változáson megyünk mindannyian keresztül, tehát például elképzelhetetlen lett volna mondjuk 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt egy ilyen rendezvény. Akkor tulajdonképpen ez így kollektív, tudati szinten változunk közösen egy irányba, és abszolút, igen. Igen, a Föld emberisége most egy nagy változáson megy keresztül, és onnan olvastam, hogy tegnap a Facebookon láttam egy ilyen origós cikket, hogy nagy betűkkel ki volt írva, hogy mégsem lesz vége a világnak, ugye a maják nem jól mondták ezt az egészet, hogy leírják benne ugyanazt a dolgot, hogy egy nagyon-nagyon nagy átfordulás lesz a maja naptárban, tényleg egy ilyen nagyon-nagyon ritkán, ugye 20-akárhány ezer évente bekövetkező átfordulás lesz.
Hát igen, minden ilyen vált pontosan ez, hogy nem vége lesz a világnak, hanem átalakulása lesz a világnak. Pontosan azért, hogy 10 évvel ezelőtt még nem lettünk volna ennyien, vagy senki nem, vagy nem is fordult volna meg a fejedben, hogy te egy ilyet rendez. Hát pontosan ezért, mert az emberiség maga változik, és ennek ugye látjuk a nyomai. De pontosan azok a nyomok, amiket úgymond a médiában lát az ember, hogy itt elveszi tőle ugye a léttől néha a kedvét, ez pontosan ez annak a változásnak a jele, amitre vágyunk, ugye, hogy elindul a hát ez a spirituális fejlődés, ez pontosan magával hozza azt, hogy ami nem működik, az pedig lebomlik. És ugye az egyre jobban szólítja az embert, ezért örülünk el minden egyes újabb adónak, amit szeretett honatjáink kivetnek ránk, mert ez annál jobban mutatja, hogy te annál tudatosabbá fogsz tudni válni, hogy minden jobban nem fog téged meghatározni sem az adó, sem a Szaturnusz. Tehát, hogy nem az határoz meg téged, hanem te vagy valaki, amiből ugye tudsz olvasni és tudsz fejlődni. Ebből a hatás az a dolog volt. Tehát akkor tulajdonképpen nagyon jó, amit én ugye már az előző beszélgetésnél is elmondtam, hogy milyen jó az a sok rossz, ami velünk történik, mert az érleli az újat. Jó gondolom? Tökéletesen. Tudnék, vannak szükségszerű változások, ami tehát nem tudunk elkerülni. Mert ha nem változnánk, akkor most itt egy kaza csecsemő üvöltözne, cumit és cicit követelve, esetleg pelenka cserét, tehát valami ilyesmit. Tehát mindannyian az életünk során változunk, és ennek vannak valóban meghatározottságai, ami legjobb az, hogyha nem nagyon kapálózunk és elére megyünk, tehát mondjuk a plasztikai sebész kongresszust nyilván nem most fogjuk itt tartani. Ennél fogva. A szarka láb az örvendetes dolog, mint most itt akkor megtudtuk. Nagyon sok problémánk abból származik, egyrészt, hogy nem ismerjük magunkat, hogy milyen lehetőségeink vannak, és utána pedig az, hogy folyamatosan ára szemben akarunk úszni, és ezeket a szükségszerűségeket nem akarjuk észrevenni. Na erre jók a krízis helyzetek, hogy amikor már végképpen nincsen tovább, ilyen egy jó erős betegség is akár, vagy akár egy ilyen 2008-tól 2080-ig tartó válság időszak adott esetben, nem kell megjelni, nem 2080-ig fog tartani, de még azért van egy-két év előttünk. Tehát ezek pontosan arra jók, hogy nem kapálózva, hanem megfigyelve nézzük azt, hogy mi történik, hol, nem a parlamentben, hanem bennünk, elsősorban mi bennünk, hol vannak feszüléseink, hol vagyunk túl lazák, hol ott egyébként feszültnek kéne, hogy legyünk. Úgy mondta ezt a Daubner Béla, hogy ha majd elég nagy lesz a kínnyomás, lefordítva magyarra, ha elég nagy trágyadombon csücsülünk már, igaz, hogy az meleg, büdös, bár megszokott, akkor talán hajlandók leszünk arra, hogy változtassunk. Semmi más nem történik most egyébként, mint hogy efele a trágyadom fölismerési időszakhoz közeledünk, a maják ezt hajszál pontosan látták, bár szerintem mindannyian azt fogjuk tenni, majd decemberben, hogy jól fölébredünk, és aztán kinek mi az első dolga, azt fogja majd elvégezni ezt követően, kávét keverget, vagy ne részletezzem a trágyadom kapcsán. És ezért kell igenis, hogy örülni minden egyes válságnak. Ettől persze mondjuk én nem nagyon szeretem az újabb adónemeket, akár merről nézzük, de kétség kívül igaz, hogy afele lök bennünket, mint hogy a betegségek is afele löknek bennünket, hogy változtassál már te nagyon. Miért nem akarsz már te változtatni? Ez csak majd. Az, hogy a változtatás milyen lesz, az viszont függ attól, nem attól, hogy a csillagok hogyan álltak az égen, hanem mennyit álltam én ellent ennek a változtatásnak. Nem most, hanem már 10 évvel ezelőtt is, meg 15 évvel ezelőtt is, viszont változtatni meg sosem késő. Ugye a tibetiek szerint a halál előtti utolsó pillanatban is van lehetőség a változtatásra, tehát most persze nem azt akarom mondani, hogy most eddig várjunk. A tibetiek azt üzenik, hogy várhatunk még nyugodtan, majd akkor, az utolsó pillanatban, de mindenféleképpen változni kell. Ha nem, akkor majd azért változunk, mert nem változtunk.
Változunk most. Egyébként miért nem azt kérdezted meg, Tini, hogy az én blogomban mi van? Ha mi van a te blogodban? Nincs blogom. Most nagyon jó, egy kicsit nevetünk is, mert lehet, hogy egy kicsit elfáradtam így a nap végére. Úgyhogy át is adom a mikrofon neked, hogy éppen most miről írsz a blogodban, mert most lehet, hogy nem volt időm elolvasni egyébként, miközben szerveztem ezt a rendezvényt. Mondj nekünk erről valamit. Miket éltél meg mostanában? Inkább azt mondanám el, hogy mit nem mondtam még el. Most volt májusban egy előadásom, és ugye 50 percet elbeszéltem egy nagyon fontos dologról, és maradt még 50 percnyi dolog, amit szerettem volna elmondani, nem volt már idő, és azt, hogy májusban mi az, ami ránk vár, ugye a most tükrében. Hát a lehető legfontosabb az, hogy minden ember magában, lehet ezt már mindenki ugyanezt mondja, azért elmondom még egyszer, hogy minden ember magában találja meg a válaszokat, és ezeket nem kell megtalálni, hanem észre kell venni, ott vannak. És akkor követünk el egyedül úgymond balgaságot, hogyha ezeket a válaszokat mindig kint keressük, mert azok félig meddig igazak lesznek, épp ott segítenek. De az igazi válaszok mindig bennünk rejlenek. És a legtöbb probléma az életben mindig abból adódik, hogy mindent akarunk meglátni, csak az önmagunkat nem. És ugye hát nézzük a tükröt, a külvilágot. És ott ugye gyönyörűen lehet látni a problémákat, de nem véletlenül hívják tükörnek. Tehát amit most látunk a tükörben, amit te látsz mondjuk a feleségedben, férjedben, barátaidban, a honatyáknál, vagy bárhol a világban, az a bennünk levő változásnak a jele. Tehát úgymond, hát mi történik, épül a trágyadom, rakjuk ki magunkból a sok trágyát, és ugye ez most látszódik. Azért látjuk kint, mert hogy belülről kiraktuk. De miért tudtuk belülről kirakni? Mert belül egyre nő, hát most mondanám azt, hogy a fényesség. Csak ugye akik még minden jobban ugye van olyan részünk, ami ragaszkodik még ez a trágyadomhoz, és ezt most hívhatjuk trágyadomnak, de ugyanakkor ez egy nagyon szép valami, hívhatjuk anyagi világnak is. Az anyagi világnak az elénk tárt ábrájához ragaszkodik az ember, akkor az ugye akkor fog nagyon nagyot csalódni, amikor ez a szépen lassan, már látjuk kezd összedőlni. Ez mit jelent? Ugye minél jobban te a világ, a tükör, a külvilág által határozod meg az életedet. Mennyi a fizetésed, mennyit érsz az emberek szemében, hogy gondolnak rólad az emberek, mit látnak belőled, ugye milyennek látnak a kollégáid, milyennek ismernek a barátaid, milyennek látnak a szüleid, hogyha mindig ide próbálod te berakni magad, hogy hú, jól ismerjenek meg a kollégák, szeressenek téged, a szülők, a gyerekek is szeressenek téged, mert jó anya akarsz lenni, a szüleid szeressenek téged, a spirituális mestered is szeressen téged, eljárt spiri körökbe, ugye ott azért villantani kell aurát, meg mindenféle dolgot, ugye ott is azért nem lehet csak úgy bemenni. Tehát ugye de és ez mindaz mit jelent, hogy te a tükörnek próbálsz tetszelegni. És hát a tükör nem hazudik, csak te hazudhatsz önmagadnak, és ez az egyetlen problémája az emberiségnek, hogy nem akarja észrevenni azt, amikor a tükör őszintén megmutatja az, ami benne van, és hát kézzel-lábbal kapálózunk az ellen a sötétséggel, ami bennünk van. De ez nem baj. Bele kell nézni ennek a szemébe is, és akkor én ugyanerről beszéltünk, hallottam az utolsó 10 percét csíptem egyébként a beszélgetésnek, aki ott ült hölgy, ő mondta, hasonlót mondott, a saját szavimmal megfogalmazzam, hogy tulajdonképpen tényleg át kell jönni a fájdalmat. És ez az egyetlen útja annak, hát megvilágosodás. Egyébként afelétől mindenki, lehet, hogy te azt hiszed, hogy ez neked sohasem történhet meg az életedben, de nyugodtan bármikor, egyébként már most is meg vagy világosod, ezt mindig el szoktam mondani, és van egy különbség, hogy még van egy részed, aki most te vagy, aki ezt nem tudja. És tulajdonképpen ezért történik az egész utazás itt a Földön, hogy te ezt megtud. Nem úgy tűnik, ugye? Nem úgy tűnik, pedig így van. És szóval ezeket a félelmeket ez alapján tud az ember. Azt ugye boldog, ki, miért vagy itt, miért ülsz itt, nem, mert boldog szeretnél lenni, gondolom, vagy úgy jó életet szeretnél, de hogy mi a boldogság, meg mi a jó élet, hát ezt hogyha megkérdeznénk tőled, hogy definiáljuk, és ebbe így belemennénk hosszan, akkor kiderülne, hogy ez egy ilyen megfoghatatlan valami. És amikor ide jönnek ilyen előadók, és elmondják, hogy hát te hogyan tudsz boldogan élni, akkor azt senki nem tudja neked megmondani. És eddig mi mondta meg neked a boldogságot? Általában a társadalom mondja meg neked a boldogságot. Akkor, hogy boldog, jó, sok pénzed van, ugye? Jó autód van, sokat tudsz utazni, anyagi jólétben vagy, meg elismert vagy, stb. És ez hozzá a boldogságot. De ez egy ilyen mindenki torkán lenyomható kis spirula, amit mindenki bevesz, és ebből adódik egyébként a probléma,
hogy a te boldogságod, meg az, amit sugall feléd a média, meg a világ, meg a barátaid, ez a kettő boldogság nagyon sokszor nem találkozik, nagyon kis helyen, és ebből adódik a frusztráció, hogy te már rég nem tudod, hogy mit tesz téged boldoggá, és hát ezt kéne megtalálnunk. És bocsánat, hogy válaszolok a csillagos kérdésedre, egy nagyon izgalmas együttállás lesz most, vasárnap, az holnap lesz, már most is Orbison belül van, ugye ez a nap Jupiter együttállás. És ez úgy történik, és most az asztrológián túli, az asztrozófia berkeiben belül, hogy ez a Jupiter, meg a nap, ők így a Kos csillagképnek a végén, és a Bika csillagképnek az elejénél találkoznak, és ez egy, ugye a Kos csillagképnek a vége az alteste, ugye a nemző része, meg a Bika csillagképnek az eleje, az szintén az ő alteste, a nemző része, ők így találkoznak. És a Kos csillagkép az arról szól, hogy te lehozod a Kos, ugye a teremtő ideának, ez a tarókártyában ugye a mágus. Lehozol egy teremtő ideát, ez történt meg ugye Jupiter, a bőség, igazság, hit. Lehoztunk egy bizonyos hitet, egy bizonyos igazságot, amiért te itt ülsz. Azért ülsz itt, mert szeretnél, hát nem tudom, mit szeretnél, feltöled valami pozitívabb, boldogabb, egy megoldásokat szeretnél az életedre. És az ott van benned csíraként, biztos, hogy ott van benned, hogy mi az, amit elképzelésed. És most, hogy belép a nap a Jupiterrel karöltve a Bika csillagképbe, az történik, hogy most az elkövetkezendő időszak, főleg az egy év, ugye Jupiter egy másfél évig jár a Bika csillagképen, főleg arról fog szólni, hogy te ezt az ideát, ami ott van benned, amiért itt ülsz, nem tudom, miért jöttél már, amiért itt ülsz, azt te az anyagi létezésbe belerakt. És ugye most azt mondod, de hát én hogyan legyek boldog, amikor ugye ennyi a fizetésem, ennyi a nem szeretnek az emberek, a fiam már nem fogad nekem szót, a lányom meg már évizé. Szóval ugye amikor az ember csak a problémákat sorolja, akkor ez mi történik? Azzal a hittel éled az életed. És a változás, ezt is már sok millió tanítómester megmondta, én csak egy ilyen copy-pastolni tudom most ide nektek, hogy a változás tényleg belülről kell, hogy fakadjon, de amit te nem hiszed el, addig sose fog megtörténni. Tehát az első dolog, hogy elkezd hinni, és a világ nem fog ebben társulni neked, hogy visszaigazolja azt te, amikor egy kicsit. De ugye amikor jönnek a próbatételek, hogy te csinálod, és csak nem jön az vissza, az a bőség, az a szeretet, amit te próbálsz belerakni, miért nem? Mert szemeken nézni előtt a félelmekkel, tehát az sötét részekkel. És hát most ez történik nagyjából. Tömören. Én ezt teljesen aláírom, mert tulajdonképpen én ezt értem meg ennek a rendezvénynek a szervezésével is, amit ugyan már délelőtt egy mondatot erről elmondtam. De pontosan ezt értem meg, amit te most elmondtál, hogy még ez a két energia itt együttműködik, és én kaptam sorra azokat a próbatételeket, ha így lehet fogalmazni, amik nehezíthették volna ennek a megvalósulását, de egész egyszerűen nem vettem át ennek a, hogy mondjam, lassító vagy gátló hatását, hanem én ugyanazzal a hittel és pozitív hozzáállással folytattam, és nem csüggettem. Viszontjam? Egy ilyen záró gondolat, ez fontos, hogy ugye írtál ezekről a próbákról. És ez egy dolgot kérlek, jegyezd meg, és utána tényleg nem fogok annyit beszélni, hogy a boldog élet, tehát amit az ember általában keres, az nem azt jelenti, hogy nehézségek nélküli élet. Tehát ez a legnagyobb probléma, ami mond, szerintem legtöbb ember fejében, hogy azt várjuk, hogy van millió csillió pénz, minden simán úgy működik. Nem. Tehát akkor nem lenne értelme a létezésnek. Pont azért jönnek ezek a nehézségek, amelyik csak addig nehézségek, amíg te úgy tekintesz rá, hogy te ezzel bemutasd azt, hogy te hogyan tudsz hát teremteni, hogyan tudsz ezen túlépni. És ha így fogsz, így nézed az életet, akkor minden dolog, múltkor eladták a kocsinak a négy kerekét. Tök jó volt. Minden dolog, ugye, ezt már régóta próbálom csinálni, tehát egy negatív gondolat nem jutott eszembe, így az autószerelő srácot elkezdett szidni a tolvajokat, én mosolyog tovább, de hát én nekem semmi bajom azokkal a tolvaj gyerekekkel, mert ezt én teremtettem magamnak, nekem volt egy gyönyörű lehetőség, hogy megmutassam magamat. Tehát amikor az ember képes így élni az életét, akkor lesznek ilyen kerékelopások és egyéb jelecskék, meg egyéb próbatételek, amik mind erősebbé, boldoggá és teljesebbé tesznek. Tehát a boldogság nem egyenlő a rózsaszín felhőben való repüléssel, hanem azzal, hogy jönnek bizony a citromok, jönnek a nehézségek, és azáltal leszel egyre több és több és több. És tudod, hogy mekkora
az a legnagyobb csoda, amikor te elmondod, hogy ezt megcsináltam. Ugye az életed végén majd ott lesz, és azt mondod, hogy mennyi mindenen túl vagyok. Gondolom. Legalábbis én most tényleg azt gondolom, hogy mennyi mindent megcsináltam. És ennek egy örülni tud az ember. És azt látod, hogy mennyi minden bajért, ugye ugyanazok a bajok értek, csak úgy látod, hogy mennyi mindent túléltem, mennyire sok megerősödtem, és mennyi sokat tapasztaltam, vagy pedig úgy éled meg az egészet, hogy mennyi sok szerencsétlenségem van az életben. Ugyanaz a dolog, csak két nézőpont. Na, ez a nézőpontváltás. Ez előnek a maják egyébként, jó? Tehát ez a nézőpontváltás. Hogyan? Ennyi. Tövelet. Köszönöm szépen. Nagy spirituális tanítónk, Yoda mester, azt mondotta valamelyik trilógiai részben, Luke kérdésére, hogy a kérdés úgy hangzott, hogy az erő útja, mester, az ugye könnyebb. És azt mondta Yoda mester, hogy nem, az síkosabb. Jó nőkat lehet hasalni magyarul, önmagunk előtt is, meg ezekben a próbatételekben is. Való igaz, hogy a próbatételek még sűrűbben is érkeznek, úgy érzi az ember, hogy mintha Nesze Sánta itt egy pók még nem elég, hogy vertünk a sántasága, még akkor gyerünk, ezt is bírod, azt is bírod, old meg, hát ezt akartad, nem, a karma oldás és egyebek, és akkor jönnek a úgymond nehéznek tűnő feladatok, viszont ez nem más, mint próbatétel, semmi több. És az a dolgunk, hogy ezt, hogy úgy mondjam, megoldjuk. A bikaságnak egyébként az asztrológiai szempontjából valóban a általános leírás az anyagi bővelkedés. Enni, inni, aludni, szeretkezni, tehát ebben a sorrendben is, így ez így nagyon, és ez bő mennyiségben is gyakran. Csak hogy a bikaságnak vannak olyan tulajdonsága is, ami kevésbé szoktak előtérbe kerülni, és a nézőpontváltás kapcsán, igenis, hogy kerüljenek már előtérbe, a tehetség kibontakoztatás, a tehetség gondozás önmagunk, és ugye a bika szereti azért a szaporodást, ugye, hát nem annyira az dolog, ezért másnak a tehetségeit is segíti kibontakoztatni, segítsünk ebben a bika Jupiterrel megteremteni másnak is azt, hogy az ő tehetségét, hiszen azzal egyébként mi gazdagodunk, hogyha egyre többen és többen tudjuk a felvállalt feladatainkat teljesíteni, nem? Ahhoz nem lenyomni kül a víz alá a másikat, és akkor majd én veszek több levegőt, annyi levegőt tudok venni, amennyi a tüdőmbe belefér, és csak annyiszor, ahányszor lehet, nem lesz több levegő. Jöjjön csak is, akkor ő is tudja. Ez az időszak az utolsó lehetőség arra fölkészülni, hogy aztán a december jó ébredéssel történjen majd, meg jó egyéb tevékenységgel. Úgyhogy a bikaság az erről szól. Nem bírtam lepasszolni. Nem, hát igazából én csak ezt szerettem volna hozzátenni, hogy ezt éltük meg ezzel az egész rendezvényes történettel, hogy még össze is kapcsoltuk a születés hetével, ami teljesen véletlenül jött, és segítettük egymást mindenbe, és igazából akik itt is vannak, mindenki hozzátett valamit, tehát tulajdonképpen senki nem azt kérdezte, hogy most, tehát aki itt van, legalábbis így mondanám, hogy aki itt van, az mindenki önzetlenül hozzátett valamit ehhez a dologhoz. És itt akkora szeretet energia gyűlt össze, hogy azért is érzem úgy, hogy nagyon sok ember bevonzott ez a rendezvény. Mert megérdemled. De ugye a születésed nem mindegy véletlen, persze, nyilván, csak látszólag. Az asztrológia az a tehát véletlen, azt tessék elfelejteni. Hát ez úgy mindnek van oka, csak legfeljebb nem akartam így vele szembenézni, ezért nem tudom, hogy van oka. Gyakorlatilag az önismeret útja az egy újjászületési élmény tulajdonképpen, és lehet úgy nézni itt az egész heti eseményeket, hogy most értünk a csúcsra, köszönöm szépen, mi vagyunk a csúcs, egyfelől váltam, hogy üvésznél lesz az igazi csúcs, de ezek a kétszer született ember volt a valaki spirituális szempontból az archaikus kultúrában. Tehát újjá kell születni. Az újjászületés az csak akkor lehetséges, ha keményen, de meghal az az én, aki, vagy az az ego fajta, ami előtte volt, szembenéztünk vele, megdolgoztuk, letettük, szevaszkoma, nincs rá szükség,
és akkor megyünk az újjal tovább, nem elfelejtve a régit, mert arra tudunk építkezni. Ugye erről a helyről hangzott el az, hogy lejjebb kell először ásni, hát az új fundamentumokat, az új alapokat le kell tudni helyezni. Na ez a változás, ezekről kell, hogy szóljon most már. Nincs tovább. Vagy igen, nem tudom, de azt mondják, hogy nincs tovább. Köszönöm szépen, hogy felhoztad ezt a bika archetípust, ezt a, hogy is fogalmazta, tehetség, ugye? Tehetség. Igen. Tehetség. Ez a tehetség. A bika hangját. Tehetség. Pontosan. És itt megint az, azt tudom csak elmondani, hogy ugye mit fogadsz el tehetségesnek, azt, ami ugye a külvilág sugallja felé, hogy az tehetséges, és hogy az értékes, vagy azt fogadod el, ugye, amit belőled fakad. És itt szokott, ugye, amikor sokan megkérdezik ilyen spirituális tanítóktól, meg guruktól, meg mindenkitől, hogy oké, de akkor ugye, de ebből nem lehet megélni abból, hogy én abban vagyok nagyon jó, hogy gyönyörűen tudok lábkörmet festeni, vagy nem tudom, vagy mondjuk valami jobbat szalvétát hajtogatni, ugye? És lehet, hogy valakinek ez az isteni küldetése, hogy ő szalvétát hajtogasson, és ebben tud kiteljesedni. És ugye itt jön be az a kondicionált elme, aki racionálisan gondolkodik, és keresi azokat a válaszokat, ugye, hogy te hogyan tudsz a szalvéta hajtogatásból, hát egyébként a fizikai világban létezni. Na ez a csillagképi ábra, ez a tehetség, ez pont erről szól, hogy tényleg mindenkinek magából elő érdemes hívni azt, hogy ő aztán micsoda. És lehet, hogy ez egy szalvéta hajtogatás, de tudod, az univerzum az úgy működik, ahogy én tapasztalom, hogyha te az vagy, aki vagy, akkor az univerzum tényleg pontosan oda fog ehhez simulni, és mindent megfogadni. De hogyha te bele akarsz simulni ebbe a látszatvilágba, hogy a főnököt szeressen, hogy nagyobb legyen ugye a fizetésed, ugye ez manapság elég szorító probléma szokott lenni, vagy legyen kell olyan párkapcsolatod, ahol ugye mindenki keresi a lelkitársát, hogy hát ott majd nem kell semmit csak csinálni, csak boldogan úszunk a rózsaszín felhőben. Szóval ezek nem így működnek. És ezt belülről is nem kívülnek, nem a kintnek akarsz megfelelni, nem a kinti dologba akarsz bele oda passzírozni magad, hanem elkezded azt élni, amit te vagy. Tehát elhívod a tehetségedet, vagy mondanám ilyen kicsit rózsaszínetben megfogalmazva a spirituális, az isteni lényedet megszólítod, akkor az tehetség formájában is testet fog ölteni, és ebben nagyon-nagyon fogsz örülni, és eljön a bikának ugye ez a gyönyör boldogság állapota, ami nem csak szexuális, hanem az, hogy te amikor az vagy, aki vagy, és azt csinálod, amiért vagy, akkor az olyan mérhetetlen örömmel és boldogsággal tölt el, és akkor már nem lesz szükség arra, hogy más megvegye a te hajtogatott szalvétáidat. Ugye? Bár lehet, hogy azt szerette volna az ego, az elme, de még egyszer mondom, az univerzum, ez tényleg így működik, úgy fogja működtetni a dolgokat körülötted, hogy ez oda fog minden jönni, hogy ezt te tud csinálni. Csak ugye elvárások, félelmek, berögzült mentális kondicionálások, ezek mind-mind ellene lesznek ennek, amikkel jó szép szeri számmal az ember föl lett töltve gyerekkora és még előző életekből is. Úgyhogy amikor keressük ugye önmagunkat, akkor hát ez, hogy ezeket érdemes úgymond lehántani. Tulajdonképpen amikor te fejlődsz, akkor valójában, nem tudom észrevetted, akkor valójában hántod le magadról szépen a sok fölösleget, és valójában hívod elő magadból az egy darab vagyok, aki vagyok ott. Hát tulajdonképpen ez a, talán lehet ezt mondani, a spirituális fejlődés, hogy építed le magad, hogy egy legyél tömören. Igen, én akkor elmondom az érzéseimet, hogy ahogy én fejtegetem le ezt magamról, tehát tulajdonképpen annyi mindent csináltam már ennek az egészségbárnak az égisze alatt, és most, hogy ezt a rendezvényt szerveztem, az érzéseimben éreztem azt, hogy mennyire nem hatnak rám már úgy a külső körülmények, mint ahogy régen. Tehát egész egyszerűen annyira megedződtem, vagy lebontottam bizonyos héjakat, hogy én ezt megéltem. És épp ezt mondtam délelőtt, hogyha az ember ezt a belső hangjára hallgat, és valóban azt teszi, amit a bensője sugal, és teljesen mindegy, hogy ki mit mond, mert természetesen én azért többször megkaptam már bizonyos körökbe, már így az ismeretségi körökbe, hogy én nem csinálok semmit, mert nem dolgozom.
Igen, hát én tényleg, én semmit nem csinálok. Én ezt most csinálom. Tudod, hányan keresik a semmit? Tehát örülj neki, hogyha semmit csinálsz. Ott a taoisták ezért, meg a buddhisták ezért ülnek ott hosszú évtizedekért, korostól, hogy megtalálják a semmit, úgyhogy... Akkor én valószínűleg már előre járok, mert én megtaláltam a semmit. És hát itt jön be egyébként még az a semmiben, hogy azért miután van 4 gyerekem, és ezt sokan tudják, hát ebben a mai világban ez a semmi. Tehát az, hogy valaki 4 gyereket felnevel, az egyenlő a, és nem dolgozol. Nem. Én más csinálok. És én azt mondom, hogy én értékelem azt az életet, amit én eddig éltem, és most is élek, és abszolút nem érdekel, hogy a mai norma mit mond. Én úgy érzem, hogy egy nőnek elsődleges feladata a családja, és az, hogy a gyerekeivel lehessen. Épp az előző előadásban volt, hogy mennyit tudunk a gyerekeinkkel tölteni. Hát azt hiszem, önmagáért beszél. Tehát, hogyha ez visszanyeri újra azt a értékét, hogy egy nő igenis fontos, hogyha anya, akkor a gyerekével lehessen, akkor, és ezt a társadalomban is meg tudjuk majd valósítani, hogy ezt el is ismerik, akkor szerintem sok minden meg fog változni itt a világunkban. Hitelesen a nőkről. Én. Gonoszkodó kérdésem az, hogy nektek nőknek milyen értéke van ma a gyerek nevelésnek. És akkor folytatnám azzal, hogy jó hír egyébként meg az, hogy mindenkinek van vikasága, mindenkinek van tehetsége, ennél fogva a lehetőséget, viszont mindenkinek magának kell tudni kiálmozni. Ebből nyilván persze azért lehet segíteni, legfőképpen egymásnak és egymáson. Ez a rendezvény meg nem semmi, Timi. Ha csak ennyi semmit tudsz, hát szerintem semmi gond nincsen. Nem könnyű a szimbólumokat olvasgatni. Tehát azért persze senki se úgy képzelje, hogy egy asztrológus megy az utcán, elgondolkodik nyilván a saját felemelkedésén, és neki megy a villanyoszlopnak, és akkor ott mindjárt azonnal elkezd örülni, hogy hú, de jó. Értem, tehát vannak, akik igen. Hát azért többen meg úgy élik ezt meg, hogy a spirituálisan vagy inkonkrétan orrba vágják, akkor először azért megnézik, hogy vérzik-e az orra, és akkor utána gondolkodnak el azon, hogy mi a harmatos bugányatot jelent a villanypózna az én életemben. És ugye ezt lehet tovább meditálni, csak ne vezessünk közben, ne kergessünk újabb villanypóznákat, tehát valami alkalmas területen gondoljuk végig, hogy villanypóznához hasonló szimbólumok itt voltak előtte az életben, mert legtöbbször azért úgy működünk, hogy jó néhány jelet elhagytunk már. Mire orva verettük magunkat egy villanypóznával. És akkor ott szépen ezeket végigolvasva lehet. Ez a gyakorlat, mert az a probléma, és ezt a Lár András elmondta itt a múltkor, ott ült, azt hiszem, mert ráfigyeltem nem arra, hogy hol ült, hogy az a probléma, hogy lehet beszélni szeretetőnek sok mindent, csak a gyakorlatát, az a nehézkes. Tehát mi is itt jó el tudjuk ezt mondani, hogy ez így az asztrológia. Csak ettől még, ha látom ott, hogy a nem tudom milyen bolygó hogyan tükröz nekem a másikkal, ettől még azért a gyakorlatomban azért ez így nem biztos, hogy azonnal átjön. És akkor ezen kellene dolgozni. Egyébként vannak erre praxisok, csak annak meg az az egyetlen probléma, hogy gyakorolni kell. Elkőkeményen. Tehát ez így. Nem árt a kajáláson változtatni, és egy csomó minden ilyen macerás dolog van, de hát ettől még ezek így vannak sajnos. Nem a sürgalom kategóriájába tartoznak, ugyanakkor meg megéri, mert valóban az lesz a következménye, hogy jöhet eső, jöhet szél, meg lehet ilyen természeti képeket bikamódra éppenséggel mondani, de máshogy éri meg az ember a feladatot, ugyanúgy meg kell oldani, ugyanúgy enni kell adni a gyereknek,
csak éppenséggel más lesz a megélési szintje neki. Nem az a zavaró, nem az a gyomrot összehúzó, nem is tudom milyen érzés és idegesítő, feszítő, hogy a ganoderbával kelljen legyezgetni magát az embernek, vagy baj, hogy most mondok ganoderbával? Hanem egészen más, elkezd gondolkodni, hogy mit lehet más, mit kellene máshogyan csináljon. És esetleg még ha a gyökerét is tudja, hogy ennek az egésznek, tehát hol lett lehorgonyozva a hajója, 1, 2, 3, 4, 5 éves korban esetleg 8 generációt vissza, hát ez meg aztán maga a csúcsok csúcsa. Én erre biztatnék mindenkit, hogy igenis, hogy eredjen neki, kezdjen el, hogy végigérünk-e, azt nem tudom, de a hosszú utazás, ugye azt mondják, a bölcsek egyetlen egy lépéssel kezdődik. Azon aggódni, hogy elérek-e Tibetbe, hát szerintem Kőrösi még most is ottan csomagkőrösen leledzene, ha ezen tipródott volna, hogy elér-e oda. Na, a magyarok is hazájában, mert nyilván azt kerestek. Úgyhogy igenis, hogy menjünk, lépjünk, lépjünk. Lépjünk. Egyébként a bikába Jupiter ad lehetőséget, ad egy plusz energiát, a bika az olyan az egy helyben levőség. Gondolj mindenki a rétre, áll a nagy marhája, ezért bűvöli a legelnyalót, ami nagyon jó lesz, és majd jó is fog lakni tőle, lesz majd víz is, tudja a gazda majd. És akkor ez egy helyben, ez így frankon, ez így fix földjegy, és akkor ez a fontosabb. De Jupiter megmozgatja, tehát az ott lendüljön ki. Most ez tényleg jó időszak arra, hogy mozduljunk már végre valamelyet. Nem baj, ha a villanyoszlop jön. Igen. A harmadikat. Vagy a másodikat. Az már spirituálisan fejlett, aki a másodikat is ki tudja kezdeni. Köszönöm. Hát az az igazság, hogy miután most kellene egy picit majd még a utolsó csúcsprogramunk előtt tombolát kellene sorsolni, de szeretném, hogyha te még bezárnád valamilyen gondolataiddal ezt a beszélgetést. Így az idei évre, hogyha nem találkoznánk idén, hát lehet, hogy találkozunk. Úgyhogy, szeptember 22-én. Így meg vagyok hívva? Ja. Be kell írnom. Tehát, hogyha mindenkivel nem találkoznék idénre, hogy amit a Bika is üzen, hogy ugye ez a nap Jupiter együttállás, itt a Bika jegyében, ugye, amiről beszél az asztrológia, meg a Bika csillagképben most lép be. És tehát ez annyira a Bikának és ezek az anyagnak egy olyan szintű üzenete, hogy ha ezt most a csillagképek tükrében vizsgálom, akkor ez egyértelmű, hogy ha te létezésedet az anyagnak milyen szintjébe helyezed bele, tehát hogy képes vagy-e teremtő módjára átnemesíteni, áthatni az anyagi világodat, vagy hagyod, hogy úgymond az anyagi világ az így megkössön, ugye a Bika, hogy így beragasszon. És ez az elválasztás zajlik most talán, ez a nyári üzenet. Majd a csillagkép az úgy megy, hogy a Bika csillagképe út, a Bikában elérkezünk a Bika szarvához, és utána jön a Tejút, és ott áll alatt a Nimród a csillagkép, Orion más néven, és ő pedig egy ilyen, ha éppen lelövi a Bikát, úgy néz ki, mintha egy nyílat lőne belé. Ez azt, tulajdonképpen van egy ilyen keze, amivel éppen útjára engedi a gévesszőt. Ennek az üzenete, hogy elengedjük azokat az erőket, amelyek megkötnének bennünket. És ha te megtalálod az életedbe ezeket az erőket, megmered nézni, szembe mersz fel nézni, akkor már el is fogod tudni engedni. De ez most az üzenet, hogy megnézzük, hogy mi az, ami még mindig köt. Ez nem azt jelenti, hogy ne éljünk az anyagi világban, nem. Hanem még egyszer próbálom ezt szépen megfogalmazni, hogy nem mindegy, hogy az anyagi világnak te milyen szintjében helyezed be magad. Hogy te vagy egy anyagi létező, aki kukucskál ki a spiritualitás felé, vagy pedig te vagy egy valami jóval messze több, amiről még nem tudsz, de az vagy, létező, aminek most van egy fizikai megnyilvánulása. Nem azt jelenti, hogy nem kell majd befizetni a sárga csekkeket, azokat be kell. Hanem nem mindegy, hogy te ezt milyen nézőpontból teszed meg. Hogy ez korlátoz téged, vagy ez egy lehetőség számodra. Egy lehetőség számodra ez az anyagi létezés, hogy megmutasd önmagad, vagy pedig egy korlát, amiben el akarsz már menekülni.
De valójában ez egy lehetőség. Angyalok sorba állnak, hogy lejöhessenek ide a Földre. Te meg ugye már sok spirul ugye menekülni. Közben pedig pont ez a lényeg, hogy te itt a világban, ebben a három dimenzióban megmutasd azt, hogy te itt meg tudod csinálni. Meg tudod csinálni a... Már bocsánat, két politikus kérem mondanom a két párt, Orbán Viktor meg... Mondj egy másikat. Gyurcsány Ferenc mondjuk. Ellenében is meg tudod csinálni, hogy bármit ők ott, meg az IMF, meg akármi ellenében, meg a szomszédod, aki hajnali háromkor bömbölteti a rádiót, ő általa te tudod, hogy itt ebben a fizikai világban itt te magad vagy. Tehát te magad vagy itt az anyag tulajdonképpen. Egy részed. És emiatt a jóval több minden vagy. Nem mindegy, hogy te ennek hiszed magad, vagy egy jóval több mindenbe próbálsz bele olvadni, aminek egy része ül itt a Földön. És gyakorolja önmagát. Tehát, úgyhogy ez egy gyakorló terep. Ugye, de amikor ugye ott van a négy gyereket mondtál? Négy gyerek ugye, gyakorló, hogy kisgyerekes szülő, tehát nekem csak kettő van, de az is ugye, hát ott az ember ugye, az rendesen próbára van téve. Tehát igen, ugye akkor, ahogy mondta kolléga, hogy utána nézzük meg vissza, hogy igen, ez csak tanított. Lehet, hogy az ember ugye beveri az órát, és nézzük ugye, hogy Úristen, de fáj, fájjon, éljük át, de utána megnézzük. És hogyha te más szemmel nézed meg, ennyi a dolgunk. Hogy más szemmel nézzél rá az életedre. Ezt ugye, ezt nagyon sokan, én most megkérdezném a nagynénémet, éppen a szegénységgel küzdenek, és látom rajta, hiába próbálom neki elmondani azt, amit én tudok, egyszerűen látom rajta, hogy nem nagyon megy neki ez a más szemmel nézés. Tehát tudom, hogy ez nehéz. Sok szempontból, amikor az embernek ugye ellopják a kerekét, ott van négy gyerek, akit ugye el kell tartani, és sorolt meg mindenkinek ugye se fog, mert nehéz más szemmel nézni, de hát egy lépés, ugye el kell kezdeni. Tehát én kívánok mindenkinek jó elkezdést vagy folytatást, úgyhogy tehát lényeg, elengedjük az anyagi létezésben való beleragadottságot, és ezt fölemeljük most egy magasabb szintre. Szintén az anyagban maradva, csak már más szinten. És lehet, hogy ez túl nagy vigasz, azt nem mindenkinek nyújt, de én saját tapasztalatból mondom, hogy az a rengeteg anyagi nehézség, az egy hatalmas ajándék abba tekintetbe, tehát segítséget kapunk, hogy elszakadjunk attól a régi gondolkodástól. Köszönöm, hogy segítettetek. A napot lassan bezárjuk.